Fonyod Televízió nézőit, és tisztelettel köszöntöm Hidvég Józsefet, Fonyod város polgármesterét. Köszöntöm a tévénézőket! Ismét aktuális témákról fogunk beszélgetni. Nemrégiben a NIF ZRT, vagyis a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kiadott egy közleményt, mely szerint Fonyodon a P+R parkoló a közeljövőben nem lesz parkoló, hiszen a vonatpótló autóbuszoknak lesz rá szüksége, és akik eddig ott parkoltak, azoknak az önkormányzati parkolók használatát javasolják. Mire lehet számítani, ez milyen időszakra terjed ki, és mi az önkormányzat javaslata a parkolás kapcsán? Hát a következő időszakban komoly építkezések fognak folyni Fonyódon a vasútvonalat mentén. Így idén szeptembertől elindult a Balaton-Szenes-Fonyódi szakasznak az átépítése és megépítése. Ez várhatóan február környékén fog Fonyódra érkezni, ami azt jelenti, hogy jövő júniusig, tehát 2017 júniusáig be kell fejezni a Fonyódi állomáson túl, még 100 méterrel ennek a vasút szakasznak az átépítését. És ennek az átépítésnek, ugye, és vele párhuzamosan pedig januárban megkezdődik a kaposvári szakasznak a felújítása, ami szintén a vasútállomástól egészen Lengyel-tóti vonalig érinti Fonyódi területeket. És ezeknek a területeknek, illetve ezeknek a vonalszakaszoknak a biztosítására buszokkal pótolják a vonatokat, tehát vonatpótló buszok fognak közlekedni, és ezeknek a vonatpótló buszoknak a közlekedése és a parkolása fog történni a Spárral szemben lévő, a 7-esnek az északi oldalán lévő területen lévő úgymond P+L parkolóknak a megszüntetésével. Ezért is adták ki ezt a közleményt a NIF-esek, hogy azt a parkolót, mint parkoló megszüntetik, és ott jelenleg buszok fognak parkolni, illetve busz megállóként fog üzemelni ez a terület. Ez, ugye tudjuk, hogy minden építkezés fájdalmakkal jár, de ez nagyon fontos ahhoz, hogy ez a vonalszakasz megépüljön, és itt kérem minden nézőnek, minden Fonyódinak a türelmét erre az egy évre. Nagy valószínűséggel a Fonyódot érintő teljes szakasznak a megépítése az 17. június 30-áig be fog fejeződni. Ez azt jelenti, hogy a Szemes-Fonyód közötti szakasz, hiszen Fonyód állomáson van egy határszakasz, annak az építése megkezdődik most szeptemberben, és ennek az építése jövő 17. június 30-áig be fog fejeződni. Ezzel párhuzamosan megindul februárban a kaposvári vonalszakasznak az átépítése, illetve a Fonyódi vasútállomástól 100 méterrel a hegy alatti szakasznak, tehát magának Béla-telepi szakasznak is az átépítése, és így a Fenyvesig történő megépítése az 17 júniusáig mind a három szakasznak meg fog történni. Ez olyan szempontból szerencsés Fonyódnak, hogy egy időben mind a három szakasz, tehát nem tolták el az egyiket idénre, a másikat jövőre, ha így csak egy évet kell kihúznunk az átépítések során. Illetve nem tudjuk még pontosan, hogy a vasútállomás és a busz megálló átépítése is megtörténhet-e ez alatt az idő alatt. Ezt most próbáljuk koordinálni, és ha ez is sikerül, akkor tényleg egy év alatt sikeresen megcsináltuk a teljes vasútrekonstrukciót. Ez azt jelenti, amit már ugye régebben is mondtuk, hogy a busz megállók, illetve az első kaposvári bejövő vonatnak a közös peron építése, és ennek a térnek a rendbetétele fog még ebben megtörténni. Remélhetőleg ez is 17 júniusáig, de ebben még nem tudtunk a kivitelezésről, illetve a MÁV és a NIF-el, mert ott is ugye két külön cég végzi az állomások és a vasútnak a rekonstrukcióját, és ebben még egyelőre nem tudtak megegyezni, de hogyha a közbeszerzések és egyebek lebonyolódnak, akkor ez is idő, illetve 17 februárjától fog kezdődni, és akkor remélhetőleg egy év alatt az egész pályaszakasz, egész vasúti szakasz megújul, és remélhetőleg július 30-áig be is fejezik. Tehát a jövő szezonra már ez a plusz P+R parkoló is
rendelkezésre áll minden fogyóvérmény turisták számára. Beszéltünk már róla, Fonyód városának és polgármester úrnak is egy határozott sportkoncepciója van egy sportkomplexummal kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban a közeljövőben lehetnek munkálatok és fejlemények is vannak, mit lehet erről tudni. Az elmúlt hónapban megkaptuk a határozatot két új sportpálya építésére, egy nagyméretű füves focipálya és egy kisebb méretű műfűves edzőpálya megépítésére. És most várjuk, most készül a hiánypótlása pontosabban a kézilabdacsarnoknak. Ha ezt a hiánypótlást tudjuk teljesíteni, akkor megkapjuk a határozatot is a kézilabdacsarnok megépítésére, és ezzel előrébb lépünk, akkor már csak a pénzt kell rá összeszedni TAO-ba, aminek egy részére már megvan az ígérvényünk. Ezzel sokkal előrébb van a focipálya építése, ott már megkaptuk a határozatot, megvannak az engedélyeink, és ott már megvan gyakorlatilag a TAO forrás is a pálya megépítésére. Így az önrészt a képviselőtestület megszavazta, tehát amikor elkezdődik a pályának a megépítése, akkor az önkormányzat az önrészt megfizeti a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, és a kivitelező kiválasztása után pedig elkezdődik az építkezés. Ezt most egyelőre azért halasztjuk, hogy meglegyen a sportcsarnokra is az engedélyünk, és ha meglesz a sportcsarnokra is az engedélyünk, akkor ennek függvényében lehet a sportcentrumnak a kialakítását elkezdeni, illetve kivitelezni a sportpályát. Két sportpályát akkor várhatóan még idén, akár idén ősszel is elkezdhetjük annak a kivitelezését. És ennek most egy előzetes munkája kezdődött el, a piac mögötti területnek a tereprendezése. Akik arra jártak, azok már láthatták, hogy ott megkezdődtek a fák kivágása, és talán már gépek is dolgoznak. Ezen a héten, vagy mire adásba kerül, addig a nagy valószínűséggel már fognak ott dolgozni, és akkor az a sportkoncepció, amit 2010-ben a képviselőtestület megálmodott, hogy ott egy sportkomplexum fog épülni, az a koncepció akkor elkezdődhet a sportcsarnok és a focipályáknak az építésével, aztán természetesen ez folytatódhat majd a későbbiekben tovább, a teniszpályáktól a futókörig, és fitness, idősebb fitness, vagy felnőtt fitness eszközöknek a beépítéséig, akkor ott kialakulhat egy olyan sportkomplexum, amire azt gondolom, hogy minden fogyódi büszke lesz a hosszú távon. És hát ez a turistákat is kiszolgálná, egy sportturizmust is ezzel ide lehetne hozni Fonyódra, és hát nagyon sok aktívan pihenni vágyó ember van, aki egyébként hozzászokott ahhoz, hogy mondjuk a munka idejében is, vagy munka ideje előtt és után fut, sportol, focizik, azok szívesen jönnének ezáltal ide nyaralni. Ezt a koncepciónak a kifejlesztését is gyakorlatilag ebből indítottuk el, és azt gondolom, hogy ez egy újabb lehetőség Fonyód kitörésére. Testvérvárosi kapcsolat kialakításán dolgoznak Fonyódon, dolgozik ezen polgármester úr is. A Szent István napokon, augusztus 20-a környékén volt egy lengyel fellépő is a program során. Hogy alakul ez a kapcsolat, mely településről van szó, mit lehet erről tudni? Gyakorlatilag a kistérségi időszakban alakult ki egy testvértelepülés, vagy testvérjárási, vagy ilyen járási kapcsolatok, a Krotoszini járás, Poznan és Wroclaw között lévő járási székhely 30-40 ezer fős lakossággal így a térségből. És a kistérségi kapcsolatok révén keresett meg tavaly májusban a Krotoszini polgármester bennünket, hogy szeretne egy magyar testvértelepülési kapcsolatot kialakítani, és hát Fonyódot, mint járás székhelyet választotta erre a testvértelepülési kapcsolatok kialakítására. Én akkor is azt mondtam, és most is azt tartom, hogy azért először úgy ismerjük meg egymást, beszélgessük, hogy kinek milyen a felfogása, tudunk-e együtt építkezni, ki miben gondolkodik. És ezért augusztus 20-ára aztán meghívtuk a Krotoszini delegációt,
illetve meghívtuk a néptánc csoportjukat. Többen láthatták is a nézők közül a 20-ai programban, illetve az előtte lévő csütörtöki folklór napon egy nagyon komoly néptánc hagyományokkal rendelkező csoport van Krotoszínban is, és ennek a visszahívására volt most egy 4 fős delegáció Krotoszínba, a lengyel település megismerésére és a lengyel kapcsolatok erősítése révén, és azt gondolom, hogy van mit tanulnunk a lengyelektől. Nagyon sokat beszélgettünk polgármester úrral, az ottani képviselőkkel, vállalkozókkal, az ottani EU-s pénzek felhasználásáról, az ottani vállalkozások fejlesztéséről, az ottani település fejlesztésekről, és sokat tanultunk tőlük, és azt látjuk, hogy jobb a gazdaságuk, mint a magyar gazdaság, tehát van mit tanulnunk tőlük, és ezekből a kapcsolatokból lehet is építkezni. Most itt akár gondolok, itt a egyre több lengyel jön a Balatonpartra is üdülni. Nyilván az idei évben már ezt kihangsúlyozottan láttuk, hiszen a migráns probléma miatt nagyon kevesen választották most már Egyiptomot, Törökországot, és azért a víz melletti nyaralásnak egy nagyon komoly kultúrája van, és a turisztikai egyesület felmérései alapján egyre több lengyel látogat el Fonyódra, és ezeket a kapcsolatokat szeretnénk erősíteni, hiszen látjuk, tudjuk, hogy Németországból is a lejphelymi kapcsolatok kapcsán nagyon sok lejphelymi került annak idején még Fonyódra nyaralni német turistaként, és ugyanezt tapasztaljuk egyébként a belgáknál, akik számtalan belga család jön a Balatonpartra, és ha Balatonpartra jön, akkor Fonyódra jön, és viszik a jó hírünket, hiszen amikor először beszéltünk a belgákkal, akkor hát ilyen kérdéseik voltak, hogy van-e meleg víz Fonyódon, vagy a Magyarországon. Tehát látszik, hogy Nyugat-Európában mennyire nem ismernek bennünket, és ezt tudtuk erősíteni a testvér kapcsolatokkal. Ugyanezt a turisztikai kapcsolatot szeretnénk erősíteni a lengyelekkel, ez nyilván egy diákcsere kapcsolatban fog először kiteljesedni, és hát reméljük, hogy amikor a diákok majd hazamennek, akkor utána a családjukkal is szeretnének visszajönni, illetve itt voltak a lengyel néptáncosok, és a fonyódi néptáncosokat szeretnénk kivinni Lengyelországba a jövő évben, megmutatni a mi kultúránkat, megmutatni azt, hogy mi is barátságosak vagyunk, és mi turisztikai város várjuk őket szívesen, és azt gondolom, hogy egyrészt a gazdasági fejlesztések, egyrészt pedig a turisztikai fejlődés kapcsán egy nagyon jó kapcsolat alakulhat ki a településsel. Polgármester úr is egy vállalkozó típusú polgármester, sok mindenbe belevágott is a város, ami azt erősíti, hogy mi is jó úton járunk, illetve ezeket a kapcsolatokat szeretnénk még továbbfejleszteni és kialakítani, hogy ne csak a turisták, ne csak a diákok, hanem esetleg a vállalkozások, és hát a fonyódi emberek mindenképpen profitáljanak ebből. Október 2-án kerül sor az úgynevezett kvóta referendumra, amikor is a magyar kormány kezdeményezésére arról szavazhatnak a választópolgárok Magyarországon talán, illetve Európában egyedülálló módon Magyarországon, hogy akarjuk-e, hogy Brüsszel döntsön arról, hogy a migránsokat hol és hogyan helyezhetik el az úgynevezett kötelező kvóta alapján. Erről sokat lehet hallani most a hírekben, az elmúlt napokban is két olyan nemi erőszak kísérletről hallhattunk, ami Magyarországon történt, holott ide ugye nem jöhetnek csak úgy be a migránsok a határon keresztül. Miért lesz fontos ez a választás? A polgármester úr mit gondol erről a referendumról? Először is szeretném tájékoztatni a tévénézőket, hogy a 3-as körzet helyszíne az megváltozott. A D épület helyett az óvodában lesz a szavazókörzet, szavazóköri hely. Tehát ne a polgármesteri hivatal D épületében jönnének szavazni, hanem az óvodába. Azt
gondoltuk jegyzőúrral, hogy sokkal méltóbb lesz az óvodának a környezete, mint a jelenlegi D-épület, ami komolyan felújításra szorul, és ezért a hármas választókörzetnek a helyszínét áthelyeztük az óvodába. És akkor így a megszokottnak megfelelően az egyes körzet a gimnáziumban, a kettes körzet a szakmunkásképzőben, a hármas körzet az óvodában, és a négyes körzet pedig a DRV igazgatóságán fog szavazni. Visszatérve a kérdésre, azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogy Európa népessége fogy. Ezt a népességfogyást mindenki másképp akarja megállítani, és mindenki másképp akarja pótolni. A jelenlegi kormány politikája az az, hogy a magyar emberek többet, magyar nők többet szüljenek, a magyar családok több gyereket neveljenek. Ez sok esetben gazdasági kérdés. Mert nagyon sokan azért nem vállalnak több gyereket, mert biztonságosan nem tudják, vagy nem gondolják, hogy 4-5 gyereket is fel tudnak nevelni. Ebből kifolyólag, illetve hát a nők karrierje és egyéb olyan fejlődés kapcsán Európa népessége jelentősen csökken. Ez van olyan német tartomány, ahol ez a kettő ugye a normális, amikor nem csökken, ahol 0,8. Ebből kifolyólag a népesség csökkenésből, és ez Nyugat-Európában mindenhol magas a népesség csökkenés, ebből kifolyólag úgy gondolják a nyugat-európai politikusok, hogy ezekről a háborús területekről befogadnak migránsokat, és ezzel fogják pótolni az ottani népesség csökkenést. Ezzel szemben a magyar kormány olyan kedvezményeket ad a családoknak, hogy föl tudják nevelni a harmadik, negyedik, ötödik gyereket is, mert az itt felnevelt magyar gyerekek a magyar kultúrát, a magyar kereszténységet, az európai szokásokat viszik tovább, és az itteni kultúrát és az itteni értékrendet viszik tovább. Ezzel szemben a migránsok, akik egyébként 15-től 50 éves korig felnőtt életerős férfiak a zöme, ők az ottani kultúrájukat hozzák be Magyarországra, és ezt próbálják ránk erőltetni. Tehát ők nem alkalmazkodnak, és nem is fognak. A többségük soha nem fog az európai kultúrához alkalmazkodni. Ugye mi mondhatnánk azt, hogy a 150 év alatt a történelem során megtapasztaltuk a török megszállásnak a hátrányait. Ebből kimaradtak a franciák is, kimaradtak a németek is, és az északi államok is, most Belgium, Brüsszel, vagy Hollandia, Svédország. A svéd migráns politika az kifejezetten megfordult az elmúlt egy évben, miután megtapasztalták, hogy milyen a migránsok viselkedése. Azóta a svéd miniszter ránk próbálja tolni Magyarországra az összes migránst, mondván, hogy a beléptető országba kell visszavinni az összes migránst. Hát ezzel nem főleg tiltakozunk, hogy Magyarországra hozzák vissza azokat az embereket, akiket mi nem is akarunk ebben az országban, sőt, egész Európában nem akartunk beengedni. És nem Magyarországra akarnak jönni ezek a migránsok, hanem Németországba, Svédországba, ahol egy jobb létet gondolnak. Nálunk főleg dolgozni kéne, kevesebb bérért, kevesebb jövedelem jön. Nem ez az ő céljuk, végcéljuk, hanem Németország és a nyugat-európai országok. És ne próbálja Európa ránk erőltetni azt a migráns politikát, hogy ők majd kiválogatják az észt és azokat az embereket, akiket tudnak használni, a maradékot meg majd visszatoloncolják Magyarországra. Ez ellen kifejezetten tiltakozunk, még azt nem is vettük figyelembe, hogy mekkora kockázatot
hoznak azok az emberek, amiről az előbb beszéltél te is, mert egészen más a kultúrájuk. Ez most akár a nőkre való kivetítéssel, hogy másképp kezelik ezekben az országokban a nőket, másképp oldják meg a problémáikat férfi-férfival is. Tehát ott nagyon könnyen előfordulnak késelések, verekedések, mert az ő kultúrájuk ehhez van igazítva. Egész másképp tárgyalnak akár gazdasági ügyekben. Képesek vérremenő kiabálásokig elmenni, és utána pedig megegyeznek, és akkor mintha semmi nem történt volna. Ezt a kultúrát mi nem tudjuk elfogadni. Legalábbis azt gondolom, hogy ha mi mennénk ki oda, akkor ők sem fogadnánk el a mi kultúránkat. Tehát nekünk is ahhoz kell viszonyítani, hogy aki ide jön, az fogadja el az európai kultúrát, fogadja el a magyarországi szokásokat, és alkalmazkodjon hozzá. Mi nem tiltakozunk senki ellen, aki elfogadja a mi kultúránkat. Nyilván ugyanígy járnánk mi is, hogyha mi kimennénk az alapterületekre. Illetve, ha valaki magyar kimegy oda dolgozni, vagy azt a területet választja, akkor elfogadja ezt a kultúrát. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos mindenkinek a szempontjából. Teljesen egyetértek miniszterelnök úr azon megfogalmazásával, hogy segíteni kell a menekülteket. Azzal, hogy élelmiszer és egyéb pénzforrásokat juttatunk az ő országukba. De nem kell idehozni a problémát. Mert ezzel nem a menekülteket segítjük, nem a háborús területről jövő menekülteket segítjük, hanem saját magunkra szabadítunk egy olyan problémát, amit nem vagyunk képesek kezelni. Hiába mondja a német miniszterelnök asszony, hogy megoldjuk ezt a problémát, ők sem tudják kezelni azt a 1,5 millió migránst, akit ha Magyarországra szabadítanánknak, akkor szinte képtelenség lenne ebbe az országba élni. Teljesen nem csak gazdaságilag, hanem erkölcsileg és mindenféle szempontból élhetetlen lenne az országunk. Nekünk elsősorban az a felelősségünk, hogy Magyarország továbbra is biztonságos, európai kultúrát elfogadó emberekkel legyen tele. Nekünk a Balatonparton kifejezetten fontos az, hogy az ide érkező turisták biztonságban érezhessék magukat. Látjuk, mi van most Európában. Alig megy turista Törökországba, Egyiptomba és ezekre a területekre. Hála Istennek, idén nyáron megtapasztaltuk, hogy nagyon sok lengyel, német és külföldi nyugat-európai turista jött Magyarországra. Annak köszönhetően, hogy Magyarország egy biztonságos ország. Ezt a biztonságot szeretnénk a továbbiakban is fenntartani, és nekünk, balatonpartiaknak létkérdés, hogy ez a biztonság is ez megmaradjon Magyarországon, a Balatonon. Hála Istennek a rendőrség nagyon komoly eredményeket ért el az autófeltörések, a lopások terén, ezt a múlt héten hallottam megyei főkapitány úrtól. Ez azt eredményezi, hogy Magyarország egy biztonságos ország, Magyarországon a turisták biztonságban érezhetik magukat, és ezt a helyzetet nem szabad nekünk elrontani, ezért kérek mindenkit, hogy aki csak teheti, az menjen el szavazni, hiszen nagyon fontos, hogy azt lássa Európa, hogy a magyar emberek azt akarják, hogy továbbra is egy biztonságos országban élhessenek, és továbbra is tesznek azért, hogy a szavazás eredményes legyen, és megmérik az országokat bármilyen. Polgármester úr, köszönjük szépen a tájékoztatást! Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok mindenkinek!